Mint televíziónk is beszámolt róla, színes programok várták azokat, akik kilátogattak július 1-én az Érsekkertbe, a 8. motoros vezetéstechnikai és családi napra, illetve az IPA baráti találkozójára és főzőversenyére. A nap során Szejsz Tibor mentőtechnikus is előadással készült az érdeklődőknek, aki több mint 25 éve oktat elsősegélyt. Az a tapasztalatom, hogy a hagyományos oktatás nem igazán működik a gyakorlatban. A szabályokat a legtöbb ember nem tudja elsajátítani, vagy ha meg is tanulja, egy vizsga erejéig, idejéig, 5-10 év múlva nem emlékszik rá, és egy néhány évvel ezelőtt kidolgoztam magamnak egy saját szisztémát az elsősegély oktatásra, ami a logikus elsősegély nevet viseli. Ennek az a lényege, hogy nem csak elmondom, hogy mi a teendő, és feltétlenül nem a kötelező teendő, hanem a javasolt, hanem elmagyarázom a logikáját, a fizikáját, az élettani magyarázatát, hogy miért. És hogyha megértik az emberek, akkor jobban megmarad. És elmondom azt is nekik, hogy nem kell egy elsősegély tanfolyam után senkinek, szakembernek maradni. Nem baj, hogyha valamire nem emlékszik pontosan. Nem baj, ha valamit nem pontosan végez. A lényeg az, hogy emlékezzen rá, hogy mi a legfőbb veszélye egy kritikus állapotnak, és hogyha nem is pontosan, de a lényeget megértve beavatkozik, akkor nagyon könnyű életet menteni, anélkül, hogy szabályosak lennénk. A mentőtechnikus a július 1-i rendezvényen a Kalocsa TV stábjával megosztotta, a mentő alapítvány a családi nap mellett számos más rendezvényen is tart elsősegély bemutatókat. Szejsz Tibor előadásán arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell szakembernek lennünk ahhoz, hogy segítsünk. Az volt a fő iránya ennek, azt találtam ki, hogy elmondom azt az érdeklődőknek, hogy mi az, amit nem tanul meg valaki egy elsősegély tankönyvből, amit nem adnak át a könyvek, vagy nem adnak át az oktatások jellemzően nagy részt, hogy nem kell szakembernek lenni, hogy vannak egyszerű beavatkozások, a józan paraszti észre kell hagyatkozni nagyon sokszor, mert nem ideálisak a körülmények. Hiába tud valaki profin feltenni egy ütőeres nyomókötést, hogyha nincsen kéznél kötszer egy balesetnél. Hiába magolja be a különbözőségeket, hogy mi jellemzi egy törést vagy egy ficamot, hogyha egyrészt nem biztos a felismerésében, másrészt ez nem az ő dolga, ennek az ellátása, más a teendője a baleseti sebésznek egy töréssel, mint egy ficammal. Az elsősegélynyújtónak ugyanaz a teendője, nem mozgassa lehetőleg, ne okozzon további fájdalmat, további elmozdulásokat. És gyakorlatilag ezekre mondtam néhány példát, hogy hogyan lehet akár tudás nélkül is segíteni, hogyha akarsz, akkor megtalálod a megoldást, és sokkal ritkább az, hogy csinálsz valamit, és annak a szövődménye, az életveszélyes kórképekről beszélek, amikor tényleg valaki fuldoklik, hanyat fekve, vagy ömlik belőle a vér, vagy váratlan összeesett és nem lélegzik, sokkal kevesebb a kockázat annak, ha szabálytalanul csinálsz valamit, mint ha meg se próbálod, mert nem vagy biztos a tudásodban. Sokan választják a strandokat, vízpartokat úti célul a forró nyári napokon, így érdemes azzal is tisztában lenni, mit tehetünk például egy fulladásos balesetnél. A nyár miben speciális, mi az, amit nyáron lehet elszenvedni jobban, mint télen? Hát a vízbe fulladás az jellemzően mondjuk inkább a nyári, a kirándulásra, a felhőtlen szórakozásra jellemzőbb. Megelőzni nyilván azzal lehet, hogyha óvatosak vagyunk, ebben nem mennék bele, mert azt gondolom, hogy ez mindenkinek a habitusától függ. Viszont jó, ha tudják, hogy egy vízből kihúzott embert, aki nem lélegzik, ugyanúgy kell nagyon egyszerűen újraéleszteni a mellkas folyamatos nyomkodásával a mentő kiérkezéséig, mint hogyha áramütés áldozata lett volna, vagy szívinfarktus okozta volna halálát. Nyilván nyári táborokban a táborvezetőknek, a felügyelőknek a feladata az, hogy felhívják a veszélyforrásokra a figyelmet, vagy odafigyeljenek. Egyébként meg én nem tennék nagy különbséget egy nyári vagy egy téli elsősegély ajánlásnál, mert most azon kívül, hogy télen gyakrabban elcsúszik valaki a jeges járdán, ott is egy csonttöréssel vagy egy sérüléssel ugyanaz a teendő, mint nyáron, hogy ok nélkül ne mozgassuk, lehetőleg ne saját autóval vigyük be a törött lábú emberkét vagy a törésgyanús emberkét, és nem az a legfontosabb, hogy most egy tiszta ruhát húzzunk rá, átöltöztessük, hanem inkább minél kevésbé mozgassuk azt a sérült végtagot. Szejsz Tibor továbbá kiemelte, a nyár a felhőtlen szórakozás, a bulik időszaka. Azonban fontosnak tartja, hogy ahol fiatalok gyűlnek össze, legyen az egy nyaraló, szórakozó hely vagy éppen egy tábor, legyen egy-két olyan személy, aki rendelkezik ezzel a tudással. Azt gondolom, hogy minden tábor előtt nem lehet mindenkit kiképezni, de sokkal egyszerűbb segítenünk, mint ezt gondolnánk. És a segélyhívás az, ami nyáron valószínűleg gyakrabban előfordul, az, ami ilyen fekete lyuk az emberek fejébe, fekete folt.
112-t például sokan tudják, hogy azon lehet segítséget hívni, van, aki még ezt se tudja, még a régi számokat tudja. Azt viszont kevesen tudják, hogy mielőtt felhívjuk a 112-t, hívjuk a segélyhívót, ahol nem csak mentőt, hanem tűzoltót, rendőrt is lehet hívni adott esetben, bármilyen baj esetén. Érdemes tájékozódni, semmit nem mond egy segélyhívó központosnak az az információ, hogy felborult egy autó, itt van az árokba egy autó, küldje a mentőt. Mert nem tudjuk, hogy van-e benne sérül. Ha van, nem mindegy, hogy egy vagy öt. Mert minden mentőautóban egy hordágy van. Tehát nagyon fontos, hogy egy minimális tájékozódás előzze meg a segélyhívást. És hogyha bizonytalanok vagyunk, hogy mit kell mondani, akkor is hívjuk bátran, mert ott olyan emberek vannak, akik tudnak célra törően kérdezni, és ezeket az információkat kinyerik az emberekből, csak nem szabad azt mondani, hogy nem tudom, meg nem érek rá, meg nem állok meg, nem merek oda menni, hanem próbáljunk minél többet elmondani az adott helyszínről.